Rudán Joe meglepetésével vette kezdetét a méltatása a megyernapi ünnepségen. A művész Demjén Ferenc Honfoglalás című dalát adta elő a közönségnek. Nem véletlenül, hiszen a dalszerzőt tüntette ki a Baranya megyei önkormányzat. A Kossuth díjas rock legenda most a Baranya megye díszpolgára címet kapta meg. Nem voltam biztos, hogy jót hívtak rá, lehet, hogy téves lehet az egész, aztán utána gondoltam, és tényleg emlékszem rá, találkoztuk már az elnök úrral, és az igazság az, hogy akkor biztos igaz, és hát nyilvánvalóan nagyon nagy megtiszteltetés. Tulajdonképpen ez egy egész megye, és nem egy kis megye, és mivel itt élek, ez még jobban megérint engem, mert szeretek itt lenni. Tehát, hogyha valamit tudok tenni még a megyér, vagy egyáltalán megyében, akkor én nagyon szívesen mindent elvállalok, már csak azért is, mert az egyik legszebb táj és a legszebb megye. Szeretek itt lenni, és olyan jó érzés, mikor a nagy budapesti utazások, mert minden héten van egy utazás, nyilvánvaló fellépés, vagy akármi más miatt Pestre, akkor mikor jövünk be, és bekanyarodunk a 7-esről, onnan már nagyon közel vagyunk a Baranya határhoz, és úgy kinyílik a világ valahol nekem. Demjén Ferenc és felesége már 32 éve élnek a megyében. Mint mondja, Baranya már az otthonukat jelenti. Bármennyire is jó helyen lakom Budapesten, és gyönyörű szép kilátással, de azért nem nagyon megyek az utcán, nem nagyon sétálok, így este fele megy később sem, mert egy kicsit idegen lett nekem. Szóval nem azért, mert vidéken lakom, hanem azt hiszem a koromhoz is, meg az egész életemhez is jobban illik egy természet közeli, egy pontosan a természet kellős közepén élni, és végül is az ember gyerekkori álmai válnak valóvá, amikor megengedhetem magamnak, hogy állatokat tartsak, akiket szeretek, nyilvánvaló. Hát persze nem kell, nem krokodilt, meg nem oroszlánt, hanem lovakat, kutyákat, macskákat, ami különben is szeretnék többet is, de többen már nincs lehetőség. Azért jött ide a dél Magyarországról, hogy számításba, mert nagyon sokat jártunk le előtte is Horvátországba, tengerpartra, és az nagyon-nagyon hosszú út volt Pestről, hát most már nem olyan nagyon hosszú, mert megépült az autópálya, de amikor nem volt, akkor egy út volt lefele, és az 8-10 óra volt, hogyha lementünk Pestről, és akkor körülnéztem, hogy akkor miért ne lehetne nekünk így valahogy egy kis helyünk, ahol meg tudunk szállni egy éjszakára, vagy valahogy. És aztán jöttünk, és találtunk egy akkor igazán tanyát, az egy kicsit lejjebb van innen, még egy picit lejjebb, a teljesen messze mindentől, és annyira megszerettük, hogy végül is egy-két éven belül úgy döntöttünk, hogy ez lesz a hangsúlyosabb hely, tehát itt teszünk többet, és csak akkor megyünk Pestre, mikor igazán dolgunk van, mert máskülönben igazán nincs ott tennivaló, ami pedig szükséges információk és az egész tulajdonképpen ott lenni akkor is, mikor nem vagyunk ott, arra még itt van az összes technika, ami most már elérhető, és nyilvánvalóan ezt használjuk mi is. A művész számos emléket és élményt szerzett 75 éve alatt, a megyére pedig mindig nagy örömmel gondol. Az, hogy az itteniek például teljesen befogadtak, tehát én nem érzem magam egyáltalán idegennek, sőt, egy kicsit túl fontoskodónak is érzem magam, de nem vagyok úgy igazán egy nagy aktív, mondjuk se nem politizáló, sem igazán nem szólok be, ez végül is Baranyait, megvannak a dolgok rendezve. Én itt vagyok, és élvezem tulajdonképpen. És hát
nem sokan tudják, hogy hol lakom én, ugye országszerte, de nem cserélnék azért, hogyha Budapest legelitebb negyedében lakni, az se lenne olyan jó, mert ennyire szabadon sehol nem élhetnék. Ez a körülnézünk, akkor ez majdnem minden itt tartozik hozzám, és éppen emberi értékű, szóval meg be tudom járni egy nap alatt.